Tavaly összesen 221 alkalommal riasztották szabadtéri tűzhöz a Tolna vármegyei lánglovagokat. Ez csak nem 6%-os emelkedést jelentett a korábbi évhez képest, mondta el Balázs Gábor, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője. A dandár tábornok ezek megelőzésének fontosságáról tartott előadást a szekszárdi Agrárfórumon. A június és augusztus között az aratási szezon a termények betakarításának időszaka, amely különösen veszélyeztetett ebből a szempontból. Ugye a tűzvédelem is olyan, hogy az emberek értékeinek, életének és anyagi javainak a megóvására szentelte az életét, és a feladat erről szól, és mi minden olyan fórumot, lehetőséget kihasználunk, ahol a megelőzésre fel tudjuk hívni a figyelmet. A katasztrófavédelmi igazgatósága a Tolna vármegyei tűzmegelőzési bizottsággal karöltve olyan programokat, előadásokat, bemutatókat tart, illetve már több kézikönyvet és kisfilmet is készítettek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb hasznos információval szolgáljanak egyebek mellett a mezőgazdasági szakembereknek. Természetesen a gazdálkodóknak a felelőssége e tekintetben is hatalmas, hiszen minden ilyen eseményt megelőzően föl kell mérni azt, hogy milyen állapotban vannak a technikai eszközeink, és egyáltalán milyen lehetőségeink vannak a szabályos végrehajtásra. A szervezet az elmúlt évek statisztikáit figyelembe véve járásokra bontva vizsgálta a kritikus kockázati helyszíneket, továbbá külön tervet készített azok ellenőrzésével kapcsolatban a 2023-as évre.